Sziasztok! Úton vagyok az RTL Klub stúdiójába, hogy megnézzem az X-Faktor első részét, és beszélgessek kicsit a mentorokkal. Nézzük, mit mondtak. Mindig ugyanolyan tehetségeket keresek amúgy. Tehetségeket. Olyanokat, akikkel én tudok és szeretek is együtt dolgozni. És azt látom, hogy én hozzá tudok tenni a pályájukhoz valamit. Nyilván az, hogy az idei év az milyen lesz, tavalyhoz képest nekem magamnak azt nehéz megugrani, mert szerintem én ott azt az évadot elvittem ezzel a USNK-s dologgal, és annyira együtt álltak a csillagok akkor, hogy az nem biztos, hogy ebben az évben megtörténik. Nyilván azon leszek, hogy megtörténjen majd a versenyzőimmel, de nem is gondolkodom ezen, hogy majd ahhoz képest milyen lesz. Remélem, hogy ugyanúgy elkap majd valami, mint akkor. Szerintem az X-Faktor azért is annyira izgalmas belülről is és nézőként is, mert egy érzelmi hullámvasút nekünk is, és szerintem a nézőknek is. Tehát idén sem lesz hiány semmiből. Én azt gondolom, hogy általában, amikor találkozom emberekkel, egyébként mindig ez az első kérdésük, hogy vannak még jók, vannak jók. És az az érzés, amikor ott ülünk, és 14-15 éves fiatalok érkeznek mondjuk a színpadra, akiknek olyan hangjuk van, hogy nem hisszük el, és idén sincs hiány szerintem karakterekből, és vicces pillanatokból sem, úgyhogy mindenféleképpen érdemes lesz nézni, illetve én nagyon-nagyon szerettem, és szeretek a fiúkkal együtt dolgozni, tehát féltem egy kicsit attól, hogy mondjuk milyen lesz egy ilyen új csapatba, vagy egy megszokott csapatba bekerülni új tagként, de egy perc összeszokási idő nem volt, hanem azonnal szerintem működött a dolog. Nagyon gyorsan beilleszkedett, igen, nagyon, nagyon ráérzett erre a dologra. Én nagyon szeretek vele dolgozni. Nagyon aranyos, nagyon okos, nagyon vág az esze, és nagyon tudja mindig, hogy nagyon jó érzéke van a pillanatokhoz. Tényleg, nem is gondoltam volna azt, hogy milyen jól fogja ezt így csinálni. Idén is rengetegen jelentkeztek, és én nagyon bízom benne, hogy rengeteg olyan lesz, akik feljönnek a színpadra, fogalmuk nincs, mit csinálnak, meglepődnek a reakciónkon, és mi is meglepődünk az, hogy hogyan lehet még mindig újat mutatni. Idén melyik kategóriát szeretnéd kapni? Idén a fiúkat szeretném, vagy a lányokat. Mindig ebben a kategóriában látom a legjobban azt, hogy kikkel tudok dolgozni. Nagyon fiatalok, nincsenek készen, lehet rájuk hatni, lehet velük dolgozni, és ők még nyitottak a világra, nincsen olyan erős prekoncepciójuk, és nem szoronganak annyira, mint a felnőttek. Lelkesedem a lányok kategóriájáért, és a fiúkért is. De szerintem a zenekarokban is vannak izgalmasak, és a 25 plusz is nyilván. De ezt, azt hiszem, hogy erről már egyszer beszélgettünk a sajtótájékoztatón, és én továbbra is úgy érzem, hogy a fiúkkal vagy a lányokkal dolgoznék legszívesebben. A fiúkat? Lányok, tehát nyilván lányok az szerintem az jól áll nekem. Jól áll nekem, mert én szerintem jó apuka leszek, vigyázni fogok a lányokra, pont annyira tudok szigorú is lenni szerintem, amennyire kell. És a lányokon mindig azt látom, hogy ők nagyon figyelnek, hogy ők nagyon szorgalmasak, nem azzal vannak elfoglalva, mint a kamasz fiúk, hogy végre csajozhatnak, meg benne vannak a tévében. A lányok azzal vannak felfoglalva, hogy igen, és jók legyenek, és szombaton a legjobb formáikat tudják hozni. Hát őknél ez nem mindig így van, ezt már megtapasztaltam az elmúlt években. De nyilván, ami szerintem számomra evidens lenne, vagy kézenfekvő, az a zenekarok, hiszen mégiscsak zenekari ember vagyok, zenekarként lettem igazán sikeres előadó, művész, zenész, és még nem kaptam, és én nem bízom benne, hogy én megkapom őket, mert már nagyon vágyom rá. Még a pólódat mutasd meg nekem, Billy, mert nagyon készüljön tőle. Igen, és most kijött az új előzőről, vagy láttad a teasert? Ha tetszett a videó, iratkozzatok fel, lájkoljátok, kommentben írjátok meg, hogy nyertek ki a kedvenc mentorotok, és mindenképp iratkozzatok fel, hiszen idén is láthattok majd X-faktoros tartalmakat az oldalon. Hamarosan pedig újra találkozunk, addig is sziasztok!